Itt vagyunk a Budai Vár oldalában, ahol éppen egy 300 férőhelyes mélygarázs miatt ásnak ki egy hatalmas lyukat a domboldalban. A felette lévő 20 fát azt már kivágták, további 30 fa kivágása várható egy szőlőskert miatt, amit a lakosság nem szeretne. Föláldozzák tehát a lépcsőt, arra akarják vágni gyakorlatilag itt ezt az egész domboldalt, és a beültetés, amivel itt most lengedeznek, hogy itt ez majd mennyire frankó lesz, gyümölcsfák, gyümölcsös kert, és az valóban nagyon szépen hangzik, hogy majd most egy történeti gyümölcsös, és hogy régi magyar almafajták, meg nem tudom én. Na de hát ebbe a talajba, ezen a lejtőn sem értelme, annyira szennyezett a levegője ennek a környéknek, hogy amit terem így gyümölcs, az nem lesz lehető. És a szőlő pedig egy agyrém. Tehát itt tudjuk, hogy már egyszer volt egy ilyen próbálkozás, hogy akkor most Buda hagyományai szőlőskert, az kipusztult, tönkretették, gyűlölte a környék népe, tehát nem maradt meg, fenntarthatatlan. És Nocum plus az egészet le akarják zárni éjszakára. Ami a környék népe számára azt jelenti, hogy akkor kerül Japánon át, hogyha haza akar menni, mert ez az út itt, ez az átjárási lehetőség megszűnik. Elkenős narratíva, hogy a szőlőskert miatt vágják ki ezeket a fákat a mély garázsépítés miatt vágják ki. Azért kell ezeknek a fáknak elpusztulni, mert a várba épülő kormányzati negyedre, ami ugye a Hausmann program álnéven fut, ebbe a kormányzati negyedbe azok a kormánytisztviselők, hivatalnokok, akik itt fognak dolgozni, autóval akarnak jönni, és valahol meg akarnak állni. A fővárosi kormányhivatal által kiadott engedélydokumentumban 54 fáról van szó. Ez teljesen véletlenül került a kezünkbe most augusztusban, de ezt az engedélyt, ezt már tavaly augusztusban hozta meg Kosztyó Anikó a fővárosi kormányhivatalban. Az engedély okirat alapján, amit egy fa felvételi jegyzőkönyv támaszt alá, az 54 fából mindössze két olyan fa van, amit nem tekintünk értékes parkfának, egy ecetfa és egy zöldjuhar. Az összes többi fa az Magyarországon állományalkotó, honos fa, vagy pedig általánosan ültetett parkfa. Folyamatosan egy kommunikációs fogás a várkapitányság részéről. Ezt nagyon sűrűn és sok fórumon elmondják, hogy ők egy közösségi tervezésben vesznek részt, de valójában ezt nem szeretik. Igazából soha nem kapunk a kérdéseinkre választ, tehát a mai napig nem tudjuk azt, hogy ki a konkrét döntéshozó, ki az, akivel esetleg mi tárgyalhatnánk. Kétszer láttuk a terveket, egyszer egy zártartós megbeszélésen volt egy prezentáció, amit a Pagonytájépítészeti Iroda tartott, és második alkalommal a lakossági fórumon ugyanezeket a diákat nézhettük meg, de utána zajlott egy levelezés, amiben többször utaltak arra, hogy figyelembe veszik, és a lehetőségek szerint beépítik a javaslatainkat, de hiába érdeklődtünk, hogy mik ezek a konkrét javaslatok, amiket figyelembe vettek, betekinthetünk-e a tervekbe, átbeszélhetjük-e, esetleg kaphatunk-e indoklást, hogy amit nem, azt miért nem, erre nem került sor. Akárhányszor rákérdezek, hogy például a Vöröskereszt épületét miért kell visszaépíteni, vagy mit akarnak csinálni a Honvéd főparancsnokság visszaépítésével, vagy akár a József főherceg palotával, mindig ilyen bizonytalan válaszokat kapok, hogy hát még nem lehet tudni, valószínűleg irodai funkciót kap. Én azt gondolom, hogy ez a vári kormányzati negyednek a része lesz. Hogy nagyon fontos kérdésünk volt az is, hogy tudassák velünk, hogy az újonnan épülő, illetve visszaépülő paloták milyen funkciót fognak betölteni, és milyen embermennyiséget, milyen autómennyiséget fognak ide vonzani. Mert én azt feltételezem, hogy ezeknek az autóknak a tárolására lesz szükség a várgarázsra, mivel a vár területét autómentesíteni akarják. Egy park az nem egy mezőgazdasági tábla, és fordítva. Úgyhogy nekünk itt volt egy parkunk, mi ezt a parkot szerettük használni, akik itt éltek, azoknak tulajdonképpen a váriaknak is, hát a várba egy zsebkendőnyi zöld nincsen. Aki egy kis zöldet akart, az oda mehet a Mátyás templom mellé, ott van egy ekkora icipici kis a Szent Háromság téren, egy ekkora kis pirinyó parkocska, meg itt volt ez, ahova mégis le lehetett jönni egy kicsit.